A sok állatot tartó nagy gazdaságok akár jól is járhatnak a terület alapú agrártámogatások átcsoportosításával, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az egyik érintett cég vezetője nem ért egyet a források átcsoportosításának indoklásával. Szerinte a kisebb gazdaságoknak eddig is megvolt a lehetőségük arra, hogy pénzt nyerjenek az állattenyésztésre. Július második felében jelentette be a Földművelésügyi Miniszter és a Vidékfejlesztést felügyelő kancellária miniszter a nagybirtokok uniós támogatásának megnyírbálását. 1200 hektár terület fölött a terület alapú 100%-át vonjuk el és használjuk fel jószágtartás támogatására. A nagygazdaságokat évi 20 milliárd forinttal rövidíti meg a kormány. Az elvett pénz a vidékfejlesztési kasszába kerül. A tervek szerint munkaerőigényes ágazatokra, állattenyésztésre, feldolgozóiparra, öntözésre költik majd. A birtok struktúrát úgy átalakítani, hogy a 80-20 százalékos arány, 80%-ban a kis közepes vállalkozások és 20%-ban pedig a nagyüzemi gazdálkodás kialakítása. Ehhez kelljen igazítani a támogatási arányokat is, mert ha megnézzük, ezen e korábbi szándékhoz, a 80-20%-os megoszláshoz a támogatási százalékok pont fordítottan történtek, tehát a kevesebb nagyüzem sokkal nagyobb arányban, mint egy 80%-ban vitte el az összes támogatásoknak az értékét, és a 80% kisüzemi vállalkozások számára pedig alig a 20%-a maradt meg ezeknek a támogatásoknak. Nyilván az esélyegyenlőség véget, ez nem tartható így. Az elvonások 500 nagy gazdaságot érintenek. A Hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda ZRT több mint 6000 hektárt művel. A társaság 1600 tejmarhát és közel 2000 kocát tart. A vezérigazgató nem ért egyet a támogatás átcsoportosításának indoklásával. Azzal érve, hogy a kisebb gazdaságoknak eddig is megvolt a lehetőségük arra, hogy az állattenyésztésre pénzt nyerjenek. A kisebb gazdaságok képesek egyébként növekedni, és el fognak jutni az nulla kocáról a 10 kocáig, de akkora léptékben nem lesznek képesek fejlődni, hiszen arra hiába mondják, egyébként nem gondolom, hogy olyan szintű támogatások lennének. Eddig, ha akartak volna, tudtak volna állattenyésztésben beruházni, és tudtak volna pályázatokat írni és támogatásokat igényelni azután, hogy állatot tartsanak. Eddig sem tették ezek a kisebb gazdálkodók, hiszen ez a pályázati lehetőség egyébként nyitott volt, amire azt mondják, hogy a nagy gazdaságok ezeket elvették, mindenki szabadon pályázhatott volna, nem fogják megoldani, alapvetően pedig a nagy gazdaságok nehezebb helyzetbe kerülnek, és nehezebb lesz az állattartás. Én azt gondolom, hogy ez rombolja a magyar agráriumot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint az elvonás vesztesei azok a nagy birtokok lesznek, amelyek kizárólag növénytermesztéssel foglalkoznak. Azok a nagy gazdaságok, amelyek sok állatot tartanak, jól járhatnak az átcsoportosítással, tette hozzá. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a kormányzat évi nagyságrendileg 30 milliárd forintot nemzeti forrásból az állattenyésztésbe, nagyrészt az állattenyésztésbe és egyéb más munkaintenzív ágazatokba tesz bele. Így ezt a rendszert így egészében nézve úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább ágazati szempontok alapján tesz különbséget, mint sem méret alapján, hisz a számításaink szerint egy olyan nagy gazdaság, legyen az akár 10.000 hektáros, amelyik a 2 hektár per nagy állategységet tartja, az ebben a rendszerben nagyságrendileg 100 millió forint plusz forráshoz jut. Az elvonásokkal sújtott nagygazdaságok nevelik a hazai állatállomány közel 40%-át.